Az Albafehérvár KC komoly hangsúlyt fektet az utánpótlás képzésre. Edzőink már az általános iskolás gyermekek számára is rendszeres foglalkozásokat tartanak. Itt természetesen még a játékosság, a mozgás szeretetének megalapozása a legfontosabb, az apróságok pedig kifogyhatatlan energiával teljesítik a feladatokat. A Zentai Júti Általános Iskolában Siti Eszter heti két alkalommal készül tanítványaival, akik roppant lelkesek és nem mellékesen, hasonlóképpen ügyesek labdával és anélkül egyaránt. Egy nagyon lelkes, kis ügyes társaság, már tavaly januártól kezdve, és hát idén januártól kezdtem el velük így foglalkozni, és ők abszolút a törzs, akik minden órán megjelennek. Azért bele van csempészve a labdás foglalkozás is, tehát alapvetően a mozgás, koordináció, fejlesztés, egy kis labda ügyességgel megspékelve, tehát igazából komplex a történetük, minden van. A legutóbbi edzésen klubunk két játékosa, Mucog Jenni Teodóra és Valfis Mercedes látogatta meg a kicsiket, természetesen nem üres kézzel, minden gyermek Albafehérvár pólóval térhetett haza. Én azért egy-két gyerekben pont mondtam a többieknek, hogy úgy megláttam saját magamat, és én is úgy buzdítottam őket, mintha most én is egy kisgyerek lettem volna, és kiabáltam, és szurkoltunk egymásnak. Úgyhogy én is hasonlóképpen voltam mindig tesi órákon is, meg amikor szivacskőziztem, még én is a nyerni akarás az mindig megvolt bennem. Természetesen továbbra is várjuk a kézilabda iránt érdeklődő gyermekeket utánpótlás csapataink edzéseire. A foglalkozások idejéről és helyéről bővebb információt a technikai vezető kukac@köfemsc.hu e-mail címen kérhetnek az érdeklődők.